kezem. Kezet sópolj. Mozog. Jó estét kívánok! Ez itt a Szélesvászló történelem, a Hírtelevízió új sorozata. Azt gondoltuk, egy tévének nem árt, hogyha filmek is vannak benne. Így aztán a következő 26 hétben régi magyar filmeket fogunk bemutatni önöknek. De ha már Hírtelevízió vagyunk, azt is gondoltuk, hogy talán nem árt, hogyha ezeket a filmeket elhelyezzük történelmi kontextusba. Megpróbáljuk egy kicsit megvilágítani azt a korszakot, amelyben készültek. Ezért aztán meghívott vendégekkel minden egyes film előtt itt a stúdióban beszélgetünk. Sorozatunk első része egy habkönnyű vígjáték 1943-ból, Ratabár Kálmán főszereplésével, az Egy szoknya, egy nadrág. Vajon miért hordhatott még az 50-es években is monoklit Ratabár Kálmán? Megtudhatják mai két vendégünktől, Szerednyei Béla színművésztől és Kuruc Márton filmtörténésztől. Tisztelettel köszöntöm az urakat, szerbusztok! Köszönjük a nézőket! Az is része a sorozatunk koncepciójának, hogy minden egyes alkalommal bemutatunk egy-egy korabeli filmhíradó részletet, amit jellemzőnek tartunk az adott korra, és ami talán egy kicsit olajozza és beindítja a beszélgetést. Úgyhogy most egy ilyen korabeli filmhíradó részlettel kezdünk. A háborús Magyarországon vagyunk. Kecskeméten Kálai Miklós miniszterelnök búcsúztatta a harctérre induló honvédeket. Honvédeink arcvonalán megélénkült az ellenséges tevékenység. Azonnal bevetett sítalpas egységek bekerítik a beszivárgott bolsevistákat. Egyidejűleg tüzérségünk gránátesőt zúdít a távolabb gyülekező bolsevista erőkre. Neves színművészek meglátogatták és szórakoztatták az egyik vidéki hadikórházban ápolt sebesült honvédeket. Julcsa, de sok minden van magán is, köves gyűrű, háromszoros gyönt kalár is, csejem szopja, ott kolony, meg háj pomádé. Julcsa, sose leszek a magáé, csejem szopja, ott kolony, meg háj pomádé. Julcsa, sose leszek a magáé, nyugodjon bele! A Divatközpont nagyszabású ünnepi modellbemutatójával fejeződött be a budapesti divathét. Az őszi és téli divat a háborús nehézségek mellett is tetszetős és ötletes. Újdonság volt a célszerű, óvóhelyi öltözék. Egészen elképesztő nézni ezeket a filmkockákat. Óvóhelyi divat bemutató. Magyar katonák a Donkanyar poklában. És akkor megérkezünk ide, az Egy szoknya, egy nadrághoz, ami Budapesten játszódik, 43, és minthogyha az ég egy adt a világon, semmi se lenne. Korcsolyázgatunk a Városligeti műjégpályán, gyönyörű szálloda belsőkben, jönnek-mennek a vendégek, félbolond, elszegényedett gentrik, szélhámosok, az egész valamikori monarchisztikus magyar világ szereplői tűnnek fel, mintha nem is lenne háború. Ugyanaz jut az ember eszébe, mint a Csárdás királynőt nézvén, hogy omlik össze a világ körülöttünk, és ennek semmi jele a filmvásznon, legalábbis a játékfilmekben. Márton, ez egy
tudatos, ha úgy tetszik, kultúrpolitikai döntés volt, hogy akkor most fogjuk a latabárt, és csinálunk egy habkönnyű vígjátékot, és elhitetjük az ország népével, hogy minden rendben van? Nem, ez egy történelmi folyamatnak a végkifejlete, ami 38-ban kezdődik, amikor a zsidókat eltávolítják a filmszakmából, és megszűnik a kabaré filmen szereplésének az a folyamata, ami 1901-től 10-től a Karintitól kezdődött és tartott addig, és utána belépünk egy háborúba, és általában a háborús filmgyártás két dolgot kedvel, meg a közönség, ugye azt kedveli, amit a közönség kedvel, és a közönség azt kedveli, hogy vagy dráma legyen, vagy pedig egy teljesen kikapcsoló bohózat. És ezek nem is vígjátékok, mert 43-as, 44-es év az már nem a vígjátékoknak az időszaka, hanem a bohózatoknak. Úgy is reklámozták ezt a filmet annak idején, hogy burlesque. Na most a burlesque az nem ez. Tehát a burlesque az a Chaplin, meg a tízes év, ez a slapstick komédia. Tehát teljesen átalakítják 38-ban a filmgyártást. Nincsenek már a páston azok az emberek, akik ezt a fajta régi ilyen verbális komédiát tudták, hanem egy ilyen teljesen a világtól elszakadt, őrületes komédiázás indul el, aminek az egyik legszebb példája ez. Az a lényege, hogy semmi köze ne legyen a valósághoz, mert hiszen a közönség ezt is keresi ezekben a mozifilmekben, hogy semmi köze ne legyen a valósághoz. Annyira kapcsolja ki őket, hogy teljesen, teljes mértékben rugaszkodjanak el a valóságtól. Betölti a funkcióját. Majd mindjárt visszatérünk, hogy a zsidók eltávolítása a filmművészetből is témakörére, mert Latabár kapcsán azért ez különösen érdekes kérdés, igen. De előtte, Béla, most először teljesen függetlenül a 2005-ös remake változattól, amiben te játszottad Zsigát, az öltöztetőt, hogy attól a filmtől függetlenül te már korábban, amikor nem tudtad, hogy szerepelni fogsz az új változatban, te láttad, megnézted ezt a filmet? Hát gyerekkoromban sok mindent láttam, tehát a kabos filmeken nőttem fel én is. Így konkrétan, hogy ezt a filmet láttam, igen, láttam, a Rusztaság Csibészerre nagyon emlékeztem, és hát természetesen utána megnéztem, mikor megkaptam a felkérést erre a filmre. Kicsit ugye ez, azt tudnám hozzárakni, ugye, hogy a magyar nép hihetetlen humorral, és mint ahogy a struci egy kicsit a fejét a homokba tudva, nem akarok tudomást venni róla, így viselkedik ezekben a krízis helyzetben, meg gondolj csak most erre az elmúlt másfél éves őrületre, ami volt. Én azon csodálkoztam most így újra nézve a filmet, hogy ezek a színészek olyan felőtlenül tudtak játszani, és annyira mintha mi se történt volna, úgy játszott mindenki. A részemről ugye Málig Erő volt az én... Az elődöd. Elődöm, vagy mondják. Súlyban még nem tudtam egészen felküzdeni magamhoz, de jó úton vagyok. Nagyon furcsa, hogy szinte mai színészetet látok tőlük. Latabár egy egészen másik ember. Latabár egy korszak zseni. Jó, hát ezt tudom, de nem erről van szó. Tehát az a tánckészség, ahogy ebben az utolsó revűben megmutatkozik, az valami hihetetlen szakmai tudásról tesz tanúbizonyságot. És hát persze ezek a nagyon furcsa, csak Latabár grimaszok, ami most azt mondaná egy filmrendező, hogy ne, ez sok kicsit. Igen. Bátran csinálta, és semmiféle. És ez, hogy mikor azt mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy ha ő nőt játszik, hogy ezt így kell játszani. Nem, egy nőt így kell játszani. Térjünk vissza a történelmi háttérre. 38 zsidó törvények, és elkezdik a zsidókat eltávolítani mindenhonnan, így a színjátszás, a színház, a film területéről is. Nem tudom nem föltenni a kérdést, hogy a
zsidó latabár testvérek, hogy ússzák ezt meg? Mit? És még a nyilasokat is megússzák, hogy itt pusztán arról van szó, hogy még ezek a gazemberek is belátták azt, hogy egy latabár annyira népszerű, hogyha őt eltüntetjük, azzal több kárt okozunk, vagy vélt kárt okozunk, mint amennyi még inkább vélt hasznot hajtunk a magunk szempontjából, vagy egyszerűen csak kimaradtak a szórásból, azt meg nem hiszem el. Hát árnyalt a helyzet, tehát nem ennyire egyszerű ez az egész kérdés, mert nagyon sokan kikeresztelkedtek, tehát ez a zsidó törvény se úgy történt, hogy azonnal 38-ban már sárga csillagot kellett varni, tehát ez nagyon, meg gettó, meg nem tudom, tehát ez ugye fokozatosan örvénylik és szippantja be az embereket. Nagyon sokan elmennek Amerikába, nagyon sokan nem tudnak elmenni, és nagyon sokan keresik a kiutat, rengetegen kikeresztelkednek, gondolván azt, hogy hát, ha így megmenekülnek. Nagyon sokan segítséget nyújtanak, például Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója, a Gózonékkal 38-ban zsidó törvény kihirdetésekor olyan hosszú szerződést ír, amilyet csak tud, és azért természetesen begyűrűzik ez előbb-utóbb. A latabárék mentességet kaptak, mint ahogy egyébként Csík Ferenc is mentességet kapott, aki ugye olimpikon volt, de például Pecsanver Attila meg nem. Igaz, hogy nem tudjuk, mi történt volna Csík Ferenccel, mert ugye a Margit hídon fölrobbant villamosbannak az egyik utasa volt ő is, úgyhogy ő ott halt meg. 44 nyarán, de hát ennek a történetét egész pontosan nem tudom, hogy a latabár hogy úszták meg, de azt viszont ez a film is nagyon jól elárulja, hogy az a latabár, aki már az állami áruházban visszaköszön, meg a civil a pályában, meg 45 után egy sor játékfilmben, az már nem ez a latabár, hanem, ha szabad ezt mondani, egy sokkal inkább olyan latabár, aki egyszerűbb embereknek játszik, egyszerűsödik az ő készlete, tárháza, és ezáltal elvész belőle az a fajta polgári színjátszás meg humor, ami ebben a filmben még teljesen tetten érhető. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, nyilván hozzád inkább történelmi szempontból, hozzád meg színész szakmai szempontból. Már említetted, Márton, hogy inkább ugye burleszk, és inkább ilyen Chaplin-szerű. Most, amikor néztem, készülvén a mai adásra, újra néztem én is a filmet, egy teljesen marginális jelenetről jutott eszembe, nekem is Chaplin. Van az a rész, mikor ott már nagyon sok spanyol örökösnő rohangál a szállodába, és jön egy pincér 80 tányérral, és mindenki fellöki, és természetesen mindig megtudja, és egy ilyen kísértetiesen Chaplini mozgással egyensúlyozza ott a tányérokat, aztán végén egy macska miatt ejti le az egészet. Szóval, hogy ebben van, megint csak azt kell kérdezem, van valami tudatosság? Utaltál erre, hogy igen, hogy már elviszik, már nem csak a nem egyszerűen vígjáték, hanem inkább a burleszk irányába, de maga Chaplin az fölmerülhet a korabeli filmkészítőkben, hogy ezt próbáljuk meg ide is becsempészni, mert elég népszerű, és színész szakmai szempontból meg, ha nézi az ember ezt az eredeti változatot, a 43-ast, te is utaltál már rá, hogy igen, néha azt mondja az ember, hogy úristen, hú de sok. Ezt ma egy színész megengedné magának, akkor leparancsolnák. De miközben ott nézzük, úgy azért úgy elröhögünk a dolgon, és nem tűnik mégse soknak, hogy hol tudnak azon a keskeny pallón átmenni. És szinte mindenki, a máigerőtől kezdve a latabárig, mindenki megtalálja azt a vékony rést, ami még nem kellemetlen. Chaplin az tudatos? Hát szerintem a rendező múlik minden.
rendező múlik, hogy engedi-e vagy nem engedi. Mert a Latabár például egyébként tipikusan egy olyan színész volt, aki elmondta a forgatókönyvet nagyjából, de majdnem kétszer annyit mondott. Tehát én egyszer lekísértem az ő egyik filmjét egy korabeli forgatókönyvvel, és ő nagyjából elmondja. Többiek Vasaripiri nagyon taktra, pontosan tényleg ugyanazt a leírt szöveget. Szóval ő egy ilyen nagyon impulzív ember volt, amilyen például nem volt a Kabos. És hát azt gondolom, hogy nagyon sokszor tényleg a rendező múlik, hogy mit csempész be, és mit enged, és mit nem. És Hamza D. Ákos például szerintem a korszak legjobb rendezője volt. Vígjátékban és drámában. És ő rendezte például a Sirius-t Karádival. Tehát ez egy nagyon profi Párizsban. Ott volt már az első hangos filmünk megszületésénél 1930-ban, amikor a Bajor Gizi készítette az első Hegedűs Tibor rendezésében az első két hangos filmet, akkor már ő ott volt, és a párizsiaktól a Renoir mellett dolgozott, tehát ő azért nagyon jó érzékkel tudta ezeket terelgetni, és ez a rész, ez egy késleltetett poén ezekkel a tányérokkal. Ugye ez föl van építve, mert nem, először azt hiszi az ember, hogy az a vicces, hogy föllök ide mégse, és a végén jön a fekete macska, ami megkoronázza ezt az egészet. Abszolút látni a rendezőt a filmben, és azt, hogy ez egy európai rendező. Hogy ki hogy játszik. Nem teljesen egyöntetű a játék. Tehát a Latabár mindenképpen elválik. A Latabárnak van ez a nagyon furcsa, annak idején nem is sok emberről mondták, nálunk is például volt a Madár Színházban jelesül a Körmendi Jani, akinek a rendező azt mondta, hogy lehet. Van olyan szint, akinek lehet, és van olyan, akinek nem lehet. És ezt nem szabad összekeverni. Tehát valószínűleg azt látom, hogy a Latabárnak lehetett. Őneki megengedték. Többi színész, az kiki a saját, például a Maiger, ő egy egyarcú színész volt, mint a Jean Gabin. Ő soha nem volt más. Ő a Maiger volt, ilyen mondatot kapott. Így mondta a másik mondatot. Úgy mondta, de ő mindig ugyanolyan volt. Tehát nem volt elmaszkírozva, nem bújt be különböző figurákba. Ő olyan volt, amilyen volt. Kérlek, ez a szoknya lehetetlen viselet. Könnyen felfázik az embert, nem? Nem szeretek beleelegyedni, nem abba kellene hagyni ezt az egész marhaságot. Hát abba is hagyom. Én, hát még... Dusikának a dalra fakadásait is nagyon élveztem, hogy minden operettből megpróbált egy-egy kis két sort elénekelni. Nem túl tisztán, de hát tőle ezt nem is vártuk el, és ami a lényeg, hogy ebben a szerepben ez pedig így volt jó, ahogy volt. Jaj, tessék parancsolni, drága jó főrendező úr! Hát, Kamilla! Ibolya itthon van? Jaj, főrendező, tessék mondani, nem volna a következő darabban se egy kis szerep a számomra. Hát, majd meglátjuk. Hódmezővásárhelyen örjöntek értem, amikor énekeltem, ha jönne a legény, aki szeret, szeretem én elivel mennék. Azt elhiszem. Ez a forgatókönyv, ez zseniális volt, 43-ban. Tehát ahogy meg volt írva ezek a vonalak, hogy ő ezt szereti, de én azt akarom, hogy én őt szeressem, de ő akkor ezt akkor így csinálok, hogy ő ezt szeresse, akkor közben bejön a Deus Ex Machina, bejön a spanyol hölgy, és ezáltal létrejön egy kerek történet. Én forgatókönyvet is dicsérnék ebben a dologban nagyon. Abszolút joggal egyébként. És egy nagyon jó forgatókönyvíró, Barabás Pál írta ezt, aki több, nem olyan nagyon sokat, de azért nagyon jó forgatókönyveket írt, és ez egy regénye volt eredetileg, egy baromi sikeres regénye volt. 40-es évek elején adták ki, az ott a cím, hogy Harmadszor csengetnek, és ez állati nagy siker volt, tehát egy bestseller volt a maga korában, és ezért elhatározták, amikor már kifutott a széria, hogy akkor ebből most csinálnak egy filmet. Hála Istennek. Hála Istennek. És hála Isten megmaradt ez a film, mert egyébként ez az időszak a Latabár filmek, Latabár vígjátékoknak a dömpingje, tehát tulajdonképpen megállás nélkül afrikai vőlegényt ugyanezekben a napokban forgatja szinte, úgyhogy megállás nélkül dolgozik, és van egy-kettő, ami elveszett, például a Muki című film 43-ból, az nincs meg sajnos. És a Kabos is korszak és a Latabár korszak Abszolút. Között mi volt? Ja, hát egyetlen egy filmjük van, ahol ők együtt játszanak, és a Latabár egy epizód szereplő tulajdonképpen a Kabos mellett. Hát volt egy-két olyan komikus, akivel próbálkoztak, például Csortos is belekerült ebbe a komikusi szerepbe, de az a jó, hogy tulajdonképpen valóban így van, hogy mindenki egy egyéniség. Igen. És
ez egyébként ettől jók ezek a régi filmek, még akár az 50-es évek filmjeit is érdemes megnézni, ha az ember tényleg azt a zsibbasztó propagandát leszedi róla, amiért készült tulajdonképpen. Zseniálisak ezek a filmek, a legkisebb szerepekben is óriásokat lehet látni. Hát azért itt legalább 5-6-7 vannak benne, nagy nevek. Tehát itt ugye a Szubret, a Turai Ida, egyáltalán óriási, hogy ezt eljátsza ezt a szerepet, mert hát hiszen nem egy primadonna szerep. És ő ezért párhuzamosan játszott filmfőszerepeket is ebben az időben. És hát talán a szabad ilyet mondani, a leggyengébb pontja pont a női főszereplő Csikós Rózsi, de hát ő a zeneszerző hát Fényes Szabolcs, és gyönyörű volt, és ő a főszereplő, vagy a zeneszerző Fényes Szabolcs, csak a feleség, a friss feleség. Kezdj csókolom. Ibolya vagyok. Örvendek, jön le. Nosobul, beszéljen. Mi az megnémult? De kérem, miről van szó? A gróf úr közölni óhatja önnel, hogy ma délben megkérte a kezemet, és én igent mondtam. Ez igaz? Nosobul, beszéljen. Szóba került már az, hogy Latabárék ugye mentességet kapnak, és megússzák a vészkorszakot, de hogy ússzák meg az 50-es éveket, és mielőtt befejezésképpen beszélünk erről is néhány mondatot, nézzünk meg egy korabeli filmhíradó részletet ebből az időből is. 1954. november 28. Borongós budapesti reggel, a tél felé ballagó időben. Mégis másként ébred e napon a főváros népe. November 28. A tanácsok újraválasztásának napja. Az első választó Drusznyák István villanyszerelő. De nem kell soká várni a többiekre sem. Szavaz Mosonyi Emil professzor, a tiszalöki vízmű tervezője. A közönség kedvenc komikusai Bilicsi Tivadar és Latabár Kálmán, aki még a komoly események közepette is mosolyt csal az arcokra. Helyzet, hogy nem egy és nem kettő vészkorszakot túlélt zsidót visznek el aztán a kommunisták. Vagy börtönbe, vagy akár ölik meg. Ennek a utóbb gentroidnak, bűnösnek és a többinek mondott korszak jeles színművészét, Latabárt, ha Rákosiék eltüntetik, azért olyan nagy csoda nem lett volna. Neki nem esett semmi baja, Rákosiék alatt sem. Miközben mondjuk Jávornak és Karádinak sose bocsájtottak meg. Miközben mondjuk Págert, akit nyilassággal vádoltak és Argentínába menekült, szintén megbocsájtottak és hazajöhetett. Ez mi? Ki és hogy döntötte ezt el? Hát ez kultúrpolitika. Egyébként a Págert haza hívták. Tehát hívták. A Págert nem akart jönni. A Págert úgy, még a Rákosi rezsim, ugye 56. augusztus 30-án szállt le a bécsi gyorsról, tehát ő, és az volt az óriási nagy szerencséje, hogy ott ült végig a Gellért szállóban, és amikor jöttek a zászlóval a fiatalok, és mondták, hogy művész úr, jöjjön, szavaljon nekünk himnuszt, verset, mit tudom, hogy mi lelkesítsen, mondjuk azt mondja, én nem megyek, fiam, sehova. És ez volt az egy, ez tényleg ez a bármilyen passzusnál ékesebb bizonyíték annak, hogy ő lojális a kommunista rendszerrel szemben, rettegve egyébként, de várja, hogy mi fog vele történni. Tehát. És a Latabárék, hát először is a Latabár majdnem meghalt az ostrom alatt, ugye cukorbeteg volt, de hát ott a Operett Színház pincéjében voltak cifrább dolgok is, mert amikor lejött valami nyilas különítmény, akkor azt hiszem a Fényes Szabolcs fogadta a nyilas különítményt, és mondta, hogy
hogy hát ott voltak a latabárék, meg az színház, összes színészmény, és mondta, hogy hát hadd mondjam el magák, hogy itt tényleg felesleges igazoltatni, mert csupa arisztokrata van. Hát azért tessék, a luxemburgi nagyherceg, a nem Csárdás királynő. Jó, kérem, értem, és már el is ment a balfenéken. Tehát kultúrpolitika, ez a lényeg. Igen, tehát a kultúrpolitika nyilván ugye válogat, és a háború utáni időszakban egy iszonyú heves időszak jön. Ebben a híradóban az érdekes, hogy például a Bilicsi Tivadar is megjelenik, akkor, akit éppen akkor vesznek, talán fogadnak vissza Mezei Máriával együtt, és semmit nem csináltak, nem fértek bele egyszer valahol, valamikor mondtak valami rosszat, Bilágos. Vagy csak, mit tudom én, vallásos volt a Bilicsi például, ez volt a probléma vele. A Latabár viszont teljesen komilfó maradt az új rendszerben is, azzal a kikötéssel, ami ezen a híradón is nagyon jól látszik, hogy a monoklia fönnmaradt. Tehát ő a polgári világot, ami akkoriban azért egy elég széles, nagy társadalmi réteg volt, ő ezt képviselte, de a kommunista szemüvegen keresztül. És hogyha ezt összerakjuk, hogy Matejka bácsi a, nem tudom én, Civil a pályán című filmben, vagy nem tudom melyikben, ugyanez az ember itt monoklival szavaz, és Munkácsi festmény lóg otthon a lakásában, akkor azért egy ilyen érdekes képet kapunk. Túlélte, túl akarta élni, és túl is élte. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor következzék 43-ból a habkönnyű, nem is vígjáték, hanem burleszk, az Egy szoknya, egy nadrág, Latabár Kálmán főszereplésével.